Jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai műsorban, amelynek a címe a műsor, avagy borul a derű. Ez az a műsor, ahol mindig mindenkiről kiderül minden. Pontosabban a Tamás Járon Színház színészeiről próbálunk olyan élményt nyújtani nektek, és olyan információkat, amelyet a piacon vagy a színpadon nem fogtok megtudni. Az én nevem Kolcsár József Jocó, és én leszek a mai műsor vezetője, amelynek, ugye, még egyszer mondom, a címe a műsor, itt van, írja mögöttem is, hogy a műsor. A zenekar, amelyet már hallotok és hallottatok, és fogtok még hallani, nem más, mint a Tesztoszteron zenei alakulat, amely a Tamás Járon Színház színészeiből verbuválódott zenekar, és amely híresebb, mint Kenny Rogers, Sepsi Szentgyörgyön. Kérem szépen, rá is térek az első meghívottamra, a háromból. Az első meghívottamról azt kell tudni röviden, hogy 13 éve itt van Sepsi Szentgyörgyön a színpadon, és gyönyörű szép hölgy, és szereti a verseket, és még sok mindent szeret. Ezt meg fogjuk tőle kérdezni. Kérem, fogadjátok nagy szeretettel P. Magyarosi Imola! Na, szia, Imola! Mielőtt bármibe belekezdenénk, mélységbe vagy humorba, arra kérlek, hogy nézzünk meg egy kis filmet, lássuk, hogy mit szólsz hozzá. Magyarosi Imola. Szép, vannak ilyenek. Lugoson voltam katona, és Temesváról átjöttek egy előadással, és mi katonák megnéztük. És a végén találkoztunk, és Ingeborg megkérdezte, hogy na, milyen volt az előadás, és hogy hát ő, és azt mondtam, hogy nagyon szép voltál. És ő azt mondta, hogy hát igen, mást nem is nagyon lehet mondani. Az első időben ilyenszerű gondolataim voltak Imoláról. Tehát, hogy egy szép színésznő, és semmi több. És ez nem igaz. Egyszer csak megcsinált egy kis előadó estet, és engem teljesen megigézett és lefegyverzett. Egy szóval megmutatta, hogy kell és oda kellene még jobban figyelni rá. Küzdött, igazi küzdelmet folytatott azért, hogy ennek a költészetnek a mélyére jusson. És tetszik nekem ez a gazdasszony szellem, amit ő valószínűleg a kiskendről vagy nagykendről hozott magával. Nekem ez nagyon szemre való dolog, ez a gazdasszony attitűd. Na, ilyen gondolataim voltak róla. Szia! Isten hozott a műsorba. Szerintem egyből abba vágjunk bele, amit itt Nemes Levente elmondott rólad, hogy a vers volt számára egy revelációs, szerintem nagyon sok ember számára, és akkor erről egy kicsit mesél. Hogy is van ez a vers? Nem csak az egyéni előadásodról, a Nemes Nagy Ágnes estedről, hanem úgy a vers. Elég korán jelentkezett a vers az életemben, mert igazából más nagyon nem is jelentkezhetett. Az én szegényes, hát színház inger szempontjából mindenképpen szegényes környezetembe, ezért az én úgymond személyes színházam, és az egy személyes színházam gyerekkoromban ez volt, hogy a polcon volt pár verset is kötet, és én azt, hát arra jöttem rá, hogy annyira akkora gazdagság van, és annyira színes ez a paletta, hogy egy versbe
mit tudom én, évekig azt az verset így csak azt mondtam, és mégis még mindig mennyi minden rejtély ott marad, hogy... Itt templomba, hogy, ilyen helyeken hát szavaztál? Én ezt így akár magamnak mondtam a tükör előtt, hogy nekem ott berendezkedtem egy ilyen kis zugba, egy sarokba a tükör előtt, és én ott mondogattam a verseket, de persze ezek megvoltak a templomba szavaló versenyek, ezek így megvoltak az életemben, és hogy ebből adódóan, hogy ezt én így felfedeztem, hogy mi minden van egy sima gondolat mögött, ez úgy nagyon elkezdett izgatni, hogy akkor a színházban mi minden lehet amúgy a színpadon. És akkor lehet, hogy emiatt is tért így Levente szempontjából is vissza az az elemi élmény, vagy ami ezek szerint a nézőknek is az volt, hogy végül is nekem a legmélyebb színházi élményem az volt, mert akkor tényleg elmélyültem, és csak ezzel tudtam koncentráltan foglalkozni. Úgyhogy a versek nekem az egy ilyen nagy kincstár most is, és azt gondolom, hogy egy ilyen felkutatható, még felkutatlan mélységeket rejtegetnek. Ez volt mondjuk az a szempont, amiért a színházat választottad annak idején? Sok olyan periódus volt az életemben, amikor egyéb ingerek értek, és izgalmas volt akár a matematika is egy adott pillanatban, vagy a biológia az mind végig, de hogy próbáltam ezt így 12-re eldönteni magamban, hogy mi volt az, ami úgy valahogy mégis valami nagyon őszinte igaz dolog, egyszer csak csilingelt ott a lelkem legmélyén, csak ez volt az, ami mindig visszatért, tehát hogy így sok minden felvetődött, ez a jogi pálya, meg az orvosi pálya is a biológiai miatt, de mindig volt egy olyan paramétere ennek a döntésnek, ami hibázott. A kémia hibázott, a román történelem hibázott, tehát mindig volt valami, ami meggátolt abba, hogy mondjuk az amellett tegyem le a voksomat. És akkor úgy kizárásos alapon maradt ez, pedig nagyon sokan akartak eltántorítani, Segesváron nőttem fel, vagy javarészt az iskolának azt ott végeztem, Kenden volt az elemi iskola, és Segesváron volt az általánostól a liciig, és a tanáraim is ebben abszolút meg voltak győződve, hogy a színészi pálya az egy hibás választás lenne, és emlékszem arra nagyon konkrétan, amikor az infotanárom behívott ilyen nagyon személyes beszélgetésre, hogy elmondja, hogy hidd el, Imola, hogy én csak jót akarok, hogy ezzel, hogy elmondom neked azt, hogy mennyi közeli ismerősöm elrontotta az életét ezáltal, hogy a színházi pályára lépett. És mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, én ezt szeretném bebizonyítani úgy a nagyvilágnak, hogy nem csak elrontani lehet az életet a színházi pályára lépéssel, hanem talán egy picit gazdagítani azt az életet, ami lehet, hogy beszürkülne egyébként. Úgyhogy én most így nem bánom meg, és azt hiszem, hogy az ő számára is bebizonyosodhatott az én szempontomból, hogy ez nem így van. Mit mondtak, amikor azt mondtad, hogy nem orvosnő leszel, hanem színész? Hát igen, édesapám azt mondta, hogy mondta a szomszédasszonynak, mert nem tudtam, nekem nem mondta, hogy hát alig voltak páran, felvették. És akkor ez annyira elcsüggesztett, mert tényleg mondtam, édesapám, hogyha ezren lehet, hogyha tényleg csak páran lettek volna felvételizni, akkor is azt mondja, hogy mit tudom, hogy ezer közül vették fel az én leányomat. Na ezt az elismerést nem kaptam meg, édesapám részéről soha, mert hogyha a szavaló versenyre mentem és második díjat nyertem, akkor megkérdeztem mindig, hogy ketten voltak-e. Szóval, hogy volt egy ilyen humornak indított szarkazmus. De most már szeretik, vagy elfogadják? Hát elfogadják, vagy... igen. Különösebben azt hiszem, hogy nem mélyültek el. Édesanyám mindenképpen támogatott, tehát ő abszolút bízott bennem, nagyon, nagyon pici koromtól úgy megvolt ez a bizalom, amit én megéreztem, és ez segített, hogy merjek felvételizni, és merjek megmaradni. Na, édesapám részéről meg azt hiszem, hogy elfogadtam, hogy ő ilyen, és akkor így nem akartam nagyon elmélyíteni. Úgyhogy rend, béke van. Jó, és akkor ide kerültél, hát úgy sac per kb. 13 éve, tehát 2007-ben kerültél ugye ide. Ha nem színház, akkor mi? Akkor pedagógus, azt hiszem. Tehát most
Persze lehet, hogy minden anyában megszólal egyszer, mert ma annyit vagyunk a gyerekeinkkel, de hogy nekem valahogy, ma ez is egy gyerekkori élmény egyébként, hogy a Telepes utcában lakott nagymamám, és a telep mindig oda csődült. Én voltam egy nagyobb gyerek, és akkor a pici gyerekek az mindig úgy körülöttem zsongtak, és akkor valahogy ez, vagy én például az én saját osztálytársamnak magánórákat adtam, és én nagyon szerettem ezt magyarázni, vagy én úgy tanultam például 1-4-ben mindig otthon, hogy megvolt a naplóm, a csengőm, az ellenőrzők a gyerekeknek, tehát, hogy én úgy tanultam, hogy tanítottam. És azt hiszem, hogy a gyerekekkel foglalkozni, és az a kíváncsiság, ami egyébként a színházra is nagyon vonatkozik, hogy megmaradjon a kíváncsiságunk, az engem lenyűgöz, hogy mi minden újat tud nyújtani egy gyerek, és minden gyerek mennyire más. Úgyhogy ezt, hogy éberen tartani a kíváncsiságomat, ez egy fontos dolog. Hát is eveztél oda, ahova szerettem volna aztán eljutni. Igazából mennyire változtatott meg az anyaság színészként, vagy változtatott-e? Talán az, amikor az anyaság előtti harc a megmaradásért a színpadon, vagy a megfelelési vágy, hogy hogyan felelj meg, és ez az ördögi kör, hogy te akarsz nyújtani valamit, és nem tudod, hogy mi a baj veled, vagy nem tudom mi, akkor talált egy nagyon nagy nyugalmat bennem, amikor várandós voltam az első gyerekemmel, akkor azt éreztem, hogy olyan béke van a világban, vagy valahogy kiegyensúlyozott a világ problémája, a színházi problémám, az én küzdelmem a színházzal, a színpadi léttel, hogy minden megtalálja a helyét, és olyan, úgy kicsit bánom is, hogy miért nem bíztam előtte is abban, mert azt hiszem, hogy az a küzdés az egy hamis út volt, vagy hogy mondjam, az nem kell megfelelni senkinek, hanem inkább találd meg magad, vagy valahogy úgy inkább magadban legyél, és azt fejleszd tovább. És emiatt, hogy ezt megéreztem akkor, azt hiszem, hogy nagyban megváltoztatott, tehát hogy nekem a békémet, vagy úgy egyáltalán ezt a kibékülést a világgal, az nagyon-nagyon segítette az, hogy megkaptam ezt a biztos talapzatot így a család által, meg a gyerekek által. Mi nehezebb mondjuk szülőnek lenni, vagy színésznőnek lenni? Hát egyért, de számomra színésznőnek lenni néha nehezebb, néha anyának lenni nehezebb, ez a helyzet hozza, nem tudom. Vagy a kettő együtt is néha nehéz, de úgy nem szeretem ezt, hogy panaszkodnék, nem most akarok panaszkodni, mert olyan, nem, tehát hogy vannak helyzetek, amiket meg kell oldani. Mert ez nem az a műsor, ahol panaszkodni kell, hát persze, természetesen. Ez egy nagyon hát ez a műsor, egy derűs műsor. A műsor. Ez a műsor, ahol nem panaszkodunk, de ha panaszkodunk, az is meg van engedve. Egy következő kérdésem, hogy látod magad 30 év múlva? Ez furcsa, mert tényleg így a napokban megfogalmazódott, hogy miért nem látom én magam 30 év múlva, hogy lehet, hogy nem érem meg. Vagy hogy így látok elrettentő példákat így az én 30 év múlvával, és hogy valahogy ez megfogalmazódott, hogy csak olyan ne legyek, tehát, hogy ilyen nagyon bogaras és mindenbe belekötő, és egy elégedetlen lény lennék. Én remélem, hogy ez az út, amit mondjuk elkezdődött azáltal, hogy mondjuk a gyerekek, meg így fejlődünk a gyerekekkel, tanulunk önmagunkról, ez mélyülni fog, és remélhetőleg gazdagodni az életúttal előre. Tehát kíváncsian várom, hogy milyen leszek, de nem látom magam 30 év múlva. Félsz az öregségtől? Nem félek, nem. Én tényleg kíváncsian várom. Én azt gondolom, hogy az öregség a bölcsességgel is együtt jár, akkor hát, ha én most nekem ez az utam, hogy egy picit így bölcsüljek. De hogy nem félsz, nem félsz akkor nem ilyenektől, hogy már nem leszel annyira szép, hogy már... Nem, meg ez a szépség azért erről is, na, megint egy mését, hogy ez nem tudom, hogy mennyire átok vagy áldás a szépség az ember életében, inkább küzdöttem ellene szerintem az életem során, mivel hogy mindenki mondjuk ezzel így megpecsített forma, és akkor meg úgy nagyon nehéz, meg én be is zárok szerintem ezeken az alkalmakon, tehát hogy nem pont azt hiszem, hogy gát bennem, hogy én magam megnyissam. Tehát hogy az, hogy a
az annyira tényleg nem érdekel. Tehát én azt gondolom, hogy a lelkünkben béke van, akkor az kellő szépséget ad kifele, és aztán, hogy éppen mi történik a bőrünkkel, ez majd az idő eldönti. Úgyhogy... Tehát nem félsz annyira most? Nem félek, én azt hiszem, hogy hívő ember is vagyok eléggé, hogy azt gondoljam, hogyha bízunk a fentiekben, akkor annak is meg lesz a saját szépsége és rendeltetése az életben. És amikor nem színházzal foglalkozol, egy picit még visszaköszön a kérdés az előző kérdésemhez, hogy ha nem színház, akkor mi? Tehát most jelen pillanatban, ha nem színház, akkor mi? Hát akkor egy ilyen szép élet, amit most így kialakítottunk a természet lágy ölén, igazából ez lehet, hogy ez is segített párhuzamosan azzal, hogy az anyaságnak ez a nyugalma, meg ez a békéje így beköszönt az életembe, de hogy az, hogy így a természettel együtt létezünk most a családdal, az is hozzásegít abban, hogy bármi, hát nem tudom, rossz gúny, akármi, ami rossz élmény ér bent az emberek között a nagyvilágban, az így lepörögjön rólam, amikor meglátom az állatainknak a szelídségét, vagy éppen vannak állataink, és vannak növényeink, és látjuk a természetet velünk együtt lélegezni, és ez igazából ez egy nagy felfedezés, és ez így erőt ad bármilyen nehézségben a mindennapokban, úgyhogy én ezt azt gondolom, hogy vagy hogy éppen a kenyeret gyúrom, és abból lesz egy finom kenyér, vagy hogy elteszem a, mit tudom, bármilyen zöldséget, és akkor abból falatozik a család. Ezek engem feltöltenek. Akkor, amikor nincsen színházi munka, és én ebbe belemélyülhetek, ez jelent nekem nagyon sokat, ad mindenféle kielégültségi élményt, nyújt nekem kreativitást is bőséggel, és megnyugvást is, ami azt gondolom, hogy az élethez szükséges. Úgyhogy vannak állatok és növények, ahogy mondtad a figyelmet. Beszélgettünk, hogy amikor jöttél ide a műsorba, akkor az autóban magaddal olyan szépen elbeszélgettél, és mindent sikerült elmondjál. Hát de ez most nem fog sikerülni, hiába provokálod ezzel a kérdéssel, aztán végképp nem. De hogy mondjuk, volt-e olyan gondolat az autódban, amiről még egyáltalán nem beszéltünk most itt a műsorban? Hát talán nem. De? De, biztos volt, csak az kényes? Nem, földétlenül nem, csak sokkal szebben tudok fogalmazni, hogyha nem hallgatsz. Na, és én senki nem hallgat, így gondolom magamról, és meg is vagyok győződve róla. Igen, de majd leírom, és akkor ezt, amit felolvassuk. Van olyan élményed a színházzal, ahol úgy érzed, hogy azt jobb lett volna nem megcsinálni, vagy valami vicces, vagy valami buta dolog történt? Igen, hát például pont a Nemes Nagy Ágnesben is a Szomj című verset egyszer annyira összekevertem, hogy így, én nem is tudom, hogy értem a végére, de szinte mindent elmondtam, és az volt a furcsa, hogy pont akkor nézte meg a dramaturg lány, akivel együtt dolgoztunk, és nem látta addig, és nem vette észre. És ez ledöbbentett, hogy tényleg nem vette, tehát hogy én egy sort nem mondtam ugyanúgy, na arra azért nem vagyok nagyon büszke, de van, néha megjelenik ez a lapszus, ami egyébként így álmokba is visszaköszön, hogy belöknek ugye egy ilyen teljesen idegen térbe, egy teljesen civil ruhába, azt se tudod, hogy hol vagy, miért viszeled ezt a ruhát, miért mondják, hogy én kell bemenjek a színpadra, és akkor ott kell valamit csinálni, és te semmi szöveget nem tudsz, és akkor ez is úgy volt, hogy elkezdtem a verset, és így rájöttem, hogy semmi nem jut eszembe, de kell folytassam az előadást, és egyedül vagyok ott, a partner se segít. Na, az egy ilyen elszigyelő helyzet volt. Aztán utána valahogy összeszedtem. Na, de ezek úgy megedzenek. Na, Imola, így, hogy egy végefele közeledünk, még egy utolsó feladatod lesz. Előveszem ezt a kis lapocskát.
kérem szépen, ez az úgynevezett torpedó, az a lényeg, hogy semmiképp ne fogd vissza magad, azt mondd, ami elsőnek jön, hogy mondjad, bármit válaszolhatsz. Kezdhetjük-e? Hát kezdjük én, mert okay. Úgy kell lenni. Oké, okay. Ne félj, semmi komoly és semmi komolytalan. Kezdjük. Komédia vagy tragédia? Tragédia. Brecht vagy Csehov? Csehov. Kimész-e előadásról, ha nem tetszik? Nem. Picasso vagy Dali? Dali. Beethoven vagy Chopin? Chopin. Bocsárdi vagy Tompa? Bocsárdi. Pop. Anya vagy Tompa? Kolozsváron is megcsinálják ezt a műsort, és ott Tompa fog kijönni. Pop vagy rock? Pop. Bungee jumping leugranál? Nem. Mi a legnagyobb félelmed? Mitől félsz a legjobban? Háború. Háború. Milyen szupererőt választanál? Gondolati manipuláció. Egy kávé József Attilával, vagy egy séta Adival? Egy kávé József Attilával. Félni vagy megijedni? Megijedni. Orgazmus vagy katarzis? Katarzis. Hát, ilyen is van. Hagytál partner cserbe a színpadon? Nem. Mit változtatnál meg magadban? Jó Istenem. Erre ilyen gyorsan. Mit próbálnál ki, amit még soha? Mit változtatnál meg magadban? Mit próbáltál ki, amit még soha? Talán sikló repülést kipróbálnám, amit még soha, és mit változtatnám meg magamban? Semmit, Imola. Semmit. Nagyon jó volt a válasz. Mikor nem hittél magadban utoljára? Ezelőtt 3 másodperce, válaszoltam is. Jó, legkínosabb pillanatod a színpadon? Meg elfejtettem a szöveget. Nagyon jó. Mi volt az első kérdés? Komédia vagy tragédia? És köszönöm, Imola, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit beleláthattunk a lelkedbe, az életedbe, és nagyon szeretünk, csak hogy tudd. Köszönöm. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Szia! Szuper, köszönjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a következő meghívottam szintén egy régi motoros, tett ugyan egy kis kitérőt biciklivel, de már visszatért, és a Tamás Járon Színház művész csapatát erősíti, sokkal híresebb, mint Fábri Sándor, Sepsi Szentgyörgyön, nem más ő, mint az okos, macsó és tehetséges Szakács László Löki! Löki apja, így is szoktalak szólítani ugye az öltözőbe, Isten hozott. Fábri Sándor. Fábri Sándor, igen. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, szeretnék neked mutatni valamit, egy kis filmecskét. Mióta elhoztalak, kér dologra, kérlek, ne lépjél sárba, és mikor megkérlek, ülj le, akkor ülj le. Szakács László, de te nem. Nekünk Löki, egy Shakespeare darabban játszottunk közösen, és ott értékeltünk bizonyos helyzeteket és bizonyos jellemeket, és ott nézeteltérésünk volt, és az egy kicsit eltávolított egymástól, és aztán főleg eltávolított az, hogy nekem nagyon rosszul esett, hogy itt hagyta a színházunkat, és elment Veszprémbe. Nem vitatkoztunk, hogy mondjam, látványos vitáig nem voltak, nem volt felemelt hang, meg nem tudom én micsoda. Nem voltak ilyen, nem veszekedtünk, jókat konyakoztunk, és nagyon sokat beszélgettünk. És tudom, Blökiben erő van. Színészi erőről beszélek persze, nem akrobatáról vagy súlyemelőről, de úgy gondolom, hogy azért jól éreztük magunkat egymás társaságában, mert különben le se jutott. Hol van a cica? Fütyölt a cica. A cica fütyölt. Fütyölt a cica. Na, hát az alaphang megvan adva, Löki.
De ne menjünk annyira bele még a történet közepébe szerintem, mint ahogy Levente ezt sugallja. Tehát oda is el fogunk jutni, de kezdjük azzal, hogy milyen volt a gyerek Szakács László, mert még akkor nem is volt Löki szerintem. Nem, Puma volt. Puma? Puma. Na, ezt se tudtam például. Puma volt. Milyen volt a gyerekkorod? Boldog. Te törzsgyökeres vásárhelyi vagy. Melyik negyedből vagy? A Novi 7-es vagyok. A Novi 7-es vagy. Te a tudorosok nem szerették a Novi 7-es. Nem, nem, a tudorosok akkor nem is voltak igazából. Nem is léteztek. Hát nem nagyon. Mi? Katángások voltak. Katángások, álliások. Álliások voltak, és a libertöcisek. Igen. De ti voltatok az erősek, gondolom. Hát nekem egy gyerekkori jó barátom, azt Sikó Nikónak hívták, egy börtönt viselt ember, akinek az volt a száma, a magánszáma, hogy téglagyárban dolgozott, ott kellett dolgozzon, és egy láda sörért 100 forró téglát lekapdosott a szalagról, és ezt befogadtak, hogy le tudod ezt kapni, a 100 téglát, le tudom kapni, akkor egy láda sörödbe. Ja. Aztán arra használt még ez a Sikó Rikó engem, hogy ugye kártyáztak, pókereztek, és én kellett menjek hátul gyerekként nézni a többieknek a lapjait, és megvoltak a jeleink, hogy mivel. Sokszor meg akartak verni, meg nagyon meg akartak verni, de Sikó mindig azt mondta, hogy ne bántsd a gyermeket. De volt, van is az arcodban valami ilyen, ilyen alvilági dolog. Ezt nincs. Használod is közben. Nincs. De hogy volt esélyed arra, hogy esetleg te is egy kicsit ilyen alvilági gyerek legyél? Tehát amikor én a gyerekkorodról beszélek, ugye? A gyerekkoromban nem. Hát nem sokan szerették, hogy ez a Sikó Nikó engem szeretett. Mert engem szeretett valamiért. Gyermek volt mindig. Azóta próbálja, hogy ilyen szarvas bogarakat aggatott az ujjaimra, és nem szabadott kiabálni és sírni. Akkor meg oda tett, képzeld el, üzletbe lopni. És mondtam, én nem lopok. Buffetypof. Nem lopok. Buffetypof. Na azért, mondta. És ő azt mondta nekem annak idején, hogy a betyárbecsület az a legfontosabb film az életben, a betyárbecsület. Löki, és akkor eljutottunk mondjuk egy bizonyos korig az életedbe, Marosvásárhelyen. Hát nehezen, ott, igen, eljutottunk. Eljutottunk, és egyszer csak valahogy nem predesztinálva voltál arra, hogy színész legyél, ha jól tudom, mert ugye nem mentél színművészeti egyetemre, hanem mi történt? Hát, amikor én az iskolát végeztem, hogy ne vigyenek el katonának, hogy csak 9 hónapra vigyenek el, akkor be kellett jutni egy egyetemre, hogy térés legyél, termenre duszos, tehát rövid katonáságot kellett csinálni, és akkor mindegy, hogy milyen egyetemre iratkoztál be, és ami a legkönnyebb volt, általában úgy csináltuk, ami a legkönnyebb, tehát nem volt nekünk predesztinált dolog, hogy színész legyél, vagy mérnök legyél. Én mérnök lettem. Milyen mérnök? Hát gépészmérnök. Gépészmérnök. Gépészmérnök lettem. Tehát van egy gépészmérnök. Van egy gépészmérnöki diplomám, és van egy fizikusi diplomám is. Fizikus. Igen, utána elvégeztem ilyen látogatás nélküli egyetemen, Temesváron a fizikus. És ezeket az egyetemeket azért végezted el, mert amúgy érdekelt ez a dolog, és esetleg gondolkodtál, hogy te egy mérnök legyél? Nem, az első egyetemet azért végeztem el, hogy a katonaság. Aztán meguntam, mert én tervezőmérnök voltam, ilyen tervezőintézetben, Köpenyben, meg fehér tábla, most meg is vagy tábla, igen, és dolgozom. És azt nagyon meguntam. És akkor azt mondtam, hogy hát valami elméleti dolgot kéne csinálni, ilyen elméleti fizika, olyan kvantumfizika, na az úgy jó fek. És akkor utána olvastam, és elkezdtem, felvételiztem, mondjuk nem kellett felvételizni ez a... Igen. És akkor elvégeztem azt is. Azt is elvégeztem. Igen, azt is. És mégse volt elég. Nem, hogy nem volt elég, mert azt már szerettem, mert taníthattam is, meg gyerekekkel dolgoztam, meg fizikatanárként működtem, meg rajzot tanítottam. Mert a pedagógiát is elvégeztem a mérnöki mellé, úgyhogy taníthattam is. De hát, és tanítottál is? És tanítottam, igen, tanítottam. Gyergyószentmiklóson is tanítottam, meg Vásárhelyen is, édesapám
matek tanár, matek fizika tanár volt. Hogy kerültél, Gyergyóba? Mert még nem a színházzal gondolom. Gyergyóba, hát elvégeztem az egyetemet, és tudod, hogy akkor úgy voltak, hogy választani kellett. Tehát ott volt egy országos lista, és ahány helyen végeztél, ott akkor... Azt szerint választhattál, és akkor persze, hát magyar város nagyon kevés volt, és akkor legközelebb Marosvásárhelyi város, ugye erről Szent Miklós volt. És akkor oda mentem. És akkor elválasztottam Gyergyóba Szent Miklóst. És akkor került, ugye, ha már elejét vegyem a dolognak, akkor ugyanabban az évben került Bocsárdi Laci, Nyugodj ég, Bocsárdi Gabi. És egyszer akkor... csak Bocsárdi, hogy mit tudom, egy te kocsmába én, az vagy? Úgy volt, hogy az én lakásom a kultúrházhoz nagyon közel esett. És mindig láttam valami fiatal embereket, én azt sem tudtam, hogy ők fiatal értelmiségiek akkor mi, nagyon komolyan véve magukat úgy melegítettek, és akkor futottak, és komolyan, és ilyeneket mondtak, hogy én már akkor be leszek melegedve, mikor már beérek, és meleg, és izmaikat, és így is hangokat, és a kultúrház előtt volt, úgy látszik, egy ilyen szabadtéri bemelegítő, amikor bementek, és ők próbáltak. Szóval ők már ezt a figura csoportot alatt kidgatták. Igen. Mindig nevetséges volt számomra. Mindig rögtem rajtuk, hogy mit csinálnak ezek? Mit csinálnak? A munkáért, meg van bolondul. Melegítettek, és télen sapkába is, és tornáztak, és nagyon komolyan vették magukat, és mondtam, hogy ezek vagy hülyék, vagy kórus, nem tudom. És akkor egyszer egy ilyen fiatal mérnököknek tartottak ilyen agytágítót, olyan volt, mint egy pártgyűlés. És Bocsárdi mellé ültem. És persze én hülyéskedtem mindig, és mondtam, és mondta Bocsárdi, te nincs kedved velünk jönni, és mondom, azokkal. Azokkal, akik aztán, igen, azokkal. Na és így kerültem be a figurába. És akkor utána aztán alakult, kapott nevet, hogy figura, utána lett színjátszó csoport, az első szerepem az egy fa volt, én voltam a Hangya és a Tücsök mesében a fa. A fa. Hát igen. Azért lent kezdted, már fát nem nagyon játszál az utóbbi időben. A fát nem játszottam, én voltam a fa. De biztos jó fa lehettél. Én nagyon jó fa voltam, mert nagyon-nagyon mereven és faként kellett ott állni. Áldi. Te Löki, hogyha, tehát tényleg most így belegondolok, hogy mérnökit végeztél, ilyen szarvasbogarakat aggasztottak az ujjadra, nem volt sok közöd a színházhoz, na? De volt, van egy nagyon jó, amikor én először találkoztam a színházzal, az ugyancsak gyerek voltam. Igen? Volt Vásárhelyen egy Muresán nevű ember, aki apámnak nyugodjék, nagyon jó barátja volt, aki az ACL foci csapatnak volt a fődrukkere, vezére. Ja. És volt egy... Ő mindig elkísérte a csapatot apámmal egyetemben, elkísérte a foci csapatot kiszállásokra. És pont egy zsilvölgyi kiszállás volt, Zsiul Petrosánnal, játszott a csapat, és el kellett menni. Csak Muresán bácsit a felesége sose engedte. És megbeszélték apámmal, nagyon sokat beszélgettek, és este 11-kor csengetnek nálunk, házban laktunk, kimentünk, és Muresán bácsi jött pizsamában, sapkában, és egy szemetes vederrel a kezében állt. És azt mondja, na, Pistukám, itt vagyok, készen vagyunk, mehetünk. Tehát, ő levitte a szemetet, és papucsba és pizsamába eljött a főtér túlsó végéről gyalog, és ott jelmezt vett, apám felöltöztette, tehát otthon eljátszott a színjátékot, hogy ő leviszi a szemetet, és... Elment a meccsre. És elment Petrozsényba, autóbusszal. És este hazajött, és este 11 órakor csengetett nálunk, Muresán bácsi a szemetes vödörrel. Hát, hogyha... És ez volt az első színházi élményem, hogy ő eljátszotta, hogy ő szemetet visz le, közben eljött. Átöltözött apámtól mindig kapott ruhát, beült az autóbuszba, és elment a mérkőzésre,
visszaöltözött pizsamába, meg a szemetet úgy tele vederre visszavittem. Na ez volt az első színházi élményem nekem, hogy a jelmez volt, helyzet volt. De gondoltál arra, hogy színész legyél, mikor Gyárgy Jobb a Bocsárdi hozzád szól? Soha. Nem. Mert ezt tudom, mert ezt már egyszer nekem elmesélted. Nem. És akkor mégis, mikor bementél és elkezdtetek ott gyakorlatokat csinálni, vagy miket csináltam? Hát... lélegeztünk, és hasi légzést csináltunk. Akkor bemelegítettünk, akkor versikéket mondtunk, játszottunk, uh-huh. Játékokat csináltunk. És akkor megkaptad a faszerepét. Megkaptam a faszerepét, és a faszereppel egész sokat játszottam, és én voltam még azt hiszem a kecske. Ha az már azért nagyobb. Nem, ez még az a mondatok. Nem, ugyanabban az előadásban a kecske is volt. Már kell. Jó. Jaj, elindultam a vására készpénzzel, kakast vettem, és akkor a kakas volt. És én a kecske voltam, és azért kaptam meg, mert nagyon jól tudtam megkegni. Megalakul a figura, te ugye belekerülsz a figurába még a kezdetektől, és akkor ott elkezdtek igazi színész tréningekkel és igazi színházi előadásokat csinálni, és egyszer csak ugye szól Levente Lacinak, most nagyon sarkítok, csak hogy menjünk a történettel. Sarkítsen, és elkerül a figura Szent Györgyre. Veled együtt, ugye? Egyszer egy közös előadás volt a Kazimír és Karolin. Igen. Egyszer megpróbáltuk, hogy milyen közösen. Hogy milyen? Dolgozni, gondolom, egy ilyen közös produkció a Kazimír és Karolin. Uh-huh. És utána aztán... És milyen volt? Tehát milyen volt mondjuk közösen dolgozni egy ilyen zárt csoportnak? Már elég zárt társaság volt azért a figura. Hát mi mostunk, takarítottunk, főztünk, szilvesztereztünk, jelmezt vartunk, és mindent magunk csináltunk. Nem volt, aki csinálja, és én nagyon-nagyon élveztük, hogy minden egyes részletét mi csináltuk meg. Tehát volt két szolgálatos, aki felmosott, kitakarított, kiszellőzött, azok korábban mentek. Mindig volt szolgálatos, mindig... Tehát mindig egy tiszta nagy helyen család voltunk. Volt valójában, nem? Egy család volt, igen, egy család együtt volt. Együtt éltetek tulajdonképpen. Hát nekem akkor már családom, gyerekem volt, úgyhogy nekem egy kicsit nehezebb volt. De az Gyergyóban történt neked, Gyergyóban ugye? Történt, igen. Uh-huh. Akkor melegítőt szereltünk, egy próbatáblánk volt. Uh-huh. Próbahelyiségetek. És akkor itt, mikor úgymond profi színészekkel találkoztatok, az milyen volt? Rettenetes. De a szónak milyen értelme? Hát úgy, hogy én szerintem lerít az, hogy mi nem kellünk ide. Uh-huh. Lerít az arcukról, a beszólásaikból, persze, hát amatőrök voltunk, és ők profik, már hivatásosok. Eljutunk oda, hogy ide kerülsz a színházhoz, és azt mondom neked akkor, hogy igazi színészként kezdtél Szent Györgyön létezni, tehát ahogy ide költöztél, már nem volt munkahelyed, tehát nem voltál mérnök itt, gondolom. Igen, ez is van egy nagyon jó kis történet, hogy Laci megkérdezte, mikor 90-ben ugye megalakult a Figura Stúdió Színház. Igen. Eddig figura csoport volt. És persze ott kellett, hogy tehát hivatásosan kellett űzni ezt a úgymond színészetet, igen. És az igazgató, aki egy kutató ember volt, és azt mondta, kérdezte tőlünk, hogy Szakács, maga tényleg nem tervezni akar, hanem bukfencezni. És mondtam, igen. Azt mondta, Jézus Mária, na menjen ki innen. Na, így lettem valahogy. Így lettél valahogy aztán hivatásos színész. Így lettem hivatásos, hogy... Amikor nem színház, akkor Szakács László mit csinál? Igazából most telkem van, úgyhogy kijárok a telekre dolgozni, takarítani egyelőre.
te mindig tervezel, és ilyen alaposan tervezel, tehát hogy akarsz venni egy autót, ezt mit tudom, egy év alatt döntöd el, utána egy évig nézed, és utána még egy év, és megveszed. Mindent meg lehet szorozni kettővel vagy háromból. Igen, és a házzal is így van, úgyhogy jó, mert én ezt már nem tudtam, hogy már telked van. Van ugye egy kutyád. Az állatokkal mindig is ilyen szoros viszonyt ápoltál. Most mondok egy példát, hogy amikor megáll a busz, mentünk Bukarestbe, és megállt a busz félúton, egy ilyen parkolóba, és ahogy kiszálltál, te voltál az első, aki a két kóborkutyát megetetted, megitattad, megsimogattad, nevet adtál neki, már kezdted is. Haza is akartam. Igen, haza, volt egy, hogy haza is akartál igen. hozni egy kutyát. Igen, csak rám szóltak, hogy ez nem tudom ki. Igen. Na, szóval, hogy van ez? Mindig is volt kutyád? Vagy ez gyerekkorod óta van? Vagy... A gyerekkorom egyik nagyon jó élménye, amikor az állatkert igazgatója apámnak, Nyugodjék jó barátja révén, meghívott minket az állatkertbe állatot gondozni. És megtanultuk az állatokat etetni, itatni, kutyák voltak, macskák, vadmacskák, nagyon nagy macskák, nagyon-nagyon nagy macskák, meg mindenféle állatot. És akkor úgy megszerettem. Emlékszem arra is, hogy az előző kutyád, ami volt, hogy az mennyire nagy fájdalmat okozott neked, amikor az elment. Hát most is fájdalom az. Ugye? Nem és, lehet kiheverni. És gondolkodtam azon, hogy vajon most egy ugyanolyan, de most egy teljesen más kutyád van. Kezd ugyanúgy viselkedni, mint egy angol bulldog. Igen. De úgy látszik, hogy én valamilyen hatással vagyok rájuk a viselkedésükre, úgyhogy... Most mit van? Most egy francia pásztorkutyám van. Francia pásztorkutya, és hogy hívják? Miroslav. Miroslav. Miroslavnak hívják, és Mírónak becézem én, mint a képzőművészet. A nevét nem én adtam. Jaj, ezt hogy úgy vetted. Nem vettem, kaptam ezt egy ilyen megmentett kutya lényegében, akit egy olasz állampolgár Marosvásárhelyen szeretett volna hagyni, és nem kellett már többet neki, mert azt mondta, hogy Olaszországban nem viszi vissza. Egyedül élsz a kutyáddal. Egyedül élek a kutyáddal. Az élet neked is adott jót és rosszat is egyaránt, ugye? Igen. Hogy élsz egyedül például? Ennyi a kérdés valóban. Hogy élek egyedül? Igen, tehát hogy... Hol könnyen, hol nehezen. Hol könnyen, hol nehezen. Igen. Igen. A színház dönti el, hogy néha könnyebben vagy nehezebben, vagy nincs? Nem. Nem annyira? Nem. Az élet dönti el. Ruszt József mondta nekem Veszprémben, hogy kell neki kezdeni egy előadásnak. És mindig azt mondta nekem, hogy hát a démonjaidat kiülteted a színpad szélére, és mikor kínültek, akkor azt mondta, na démonjaim, akkor most én nektek játszom. Ja. Ez a Veszprém, ez hogy jött? Hogy jött, erről nem beszélnék. Jó, és hogy jöttél vissza, arról se? Az egy szomorú történet. Akkor valaki elmenőben volt, és... De így most azért bánod, nem bánod, gondolom, hogy visszajöttél? Nem, azt sem bánom, hogy elmentem. És azt se, hogy elmentél? Nem. Nem, hát egy teljesen új környezetben, egy teljesen más kultúrában. Azt mondta nekem ugyanez a Ruszt József, akit én nagyon nagyra tartok, hogy Löki, hát én magának nem tudok instrukciót adni. Miért? Kérdeztem, miért nem tud mesternek nevezte? És kérdeztem, mi nem tud? Azért Löki, mert magának más a mitológiája. És mondom, ezt kifejteni, mester? Azt mondja, én kifejtem magának, itt csináljuk az ember tragédiáját. Londoni szín. Most én hogy magyarázzam el magának, hogy milyen volt a század elejé kávéházak hangulata Budapesten? Azt mondja, ezt maga Erdélybe jövet nem tudja megérteni. Hát mondom, valóban mesterem, na látja, ezért mondom magának más a mitológia.
Hát, Löki, az az igazság, hogy rengeteg sztorid van, s nagyon sokat lehetne beszélgetni még, mivel a műsoridőnk mégiscsak egy kicsit ilyen szűkös, ezért van-e olyan dolog, amit így most elmondanál még, amiről nem kérdeztelek? Igen. Uh-huh. Két hónap múlva nagy tata leszek. Na látod. Na hát gratulálunk neked. Nagyon boldog vagyok. Hát lehetsz is, lehetsz is. Egyedül, nem egyedül, kutyástól. Fia, nagy tata, fiúcska lesz, vagy kislány? Kislány. Kislány, kislány. Hát igen. Villő. Villő, így fogják hívni. Na hát Isten hozott Villő, két hónap múlva. Löki, a műsornak úgy van mindig vége, mármint a meghívottakkal elvégeztetünk egy koronavírus tesztet, illetve egy torpedó. Kérem szépen, a torpedó következik. Komédia vagy tragédia? Komédia. Brecht vagy Csehov? Csehov. Kimész előadásról, ha nem tetszik? Ki? Picasso vagy Dali? Dali. Beethoven vagy Chopin? Chopin. Bocsárdi vagy Tompa? 8. Pop vagy rock? Rock. Bungee jumping leugranál? Nem. Mi a legnagyobb félelmed? 9. Milyen szupererőt választanál? Sokáig élni. Egy kávé József Attilával, vagy egy séta Ady Endrével? Kávé József Attilával. Félni vagy megijedni? Megijedni. Orgazmus vagy katarzis? Orgazmus. Mit változtatnál meg magadban? Mindent. Mit próbálnál ki, amit még soha? Búvárkodás. Mikor nem hittél magadban utoljára? Tegnap. Legkínosabb pillanatod a színpadon? Elfelejtettem a szöveget. Mi volt az első kérdés? Nem tudom. Löki Szakács László, ez volt a műsor, ez volt a mi fellépésünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nekem nagyon jól estél, remélem, hogy a nézőknek is jól estél, és megtudtatok olyan dolgokat Szakács Lászlóról, amit esetleg színpadon, vagy bárhol máshol nem biztos, hogy megtudtatok volna. Köszönöm szépen, Löki, hogy itt voltál. A következő meghívottam egy nagyon szerény ember, és egy olyan színész, akit az elmúlt években a legtöbbször láthattunk a Tamás Járon Színház színpadán. Ő volt például az a szereplő, aki annyira jól játszott a tavalyi évadban, hogy egy olyan 40 centit megemelkedett a földtől. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel, és biztos észre fogják venni, amikor belép. Ő nem más, mint Erdei Gábor Golyó! Szia, Golyó! Szevasz, Jocó! Isten hozott a műsorba. Hogy vagy? Köszönöm szépen. Jó? Jól. Jó. Ez az biztos. Na, akkor ezen egy kicsit változtatunk. Megmutatunk neked egy kis filmecskét. Kérlek, fogad szeretettel, lássuk. Erdei Gábor Golyó. Bármit csinál, minden úgy van jól, mert az alkata helyettesít tulajdonképpen mindent. Golyó esetében nem ez történik. Golyó az alkata mellett egy nagyon jó színész.
több lábon áll ez a színész. Nagyon jól énekel. Nagyon jól mozog. Legalábbis egyelőre. Szóval ámulatos. Golyó egy ámulatos. Ezen a színpadon vált igazán színésszé. Nem nagyon játszottunk mi együtt, nem nagyon voltunk mi partnerek. Ugye én a hős, és ő a bohóc. No, hát... Ez volt a kis meglepetés filmünk, amit ugye még nem láttál, vagy ha csinálni csináltad, de nem tudtad, hogy milyen kontextusban kerül be ebbe a műsorba. Bohóc vagy? Igen. Uh-huh. Bővebben? Bővebben, nem igen. Bővebben. Ez az golyó. Tudtam, hogy veled hosszasan fogok beszélgetni. Kezdjük akkor ott, hogy... Bár én nagyon jól ismerlek, ugye, az egyetemen is együtt voltunk egy ideig, illetve aztán ide kerültél, és szobatársak és lakótársak is voltunk. Mennyi ideig is? Több évig, szerintem 3-4 évig. Ami azért elég sok mindent elárul. Viszont az egyik kérdésem, vagy amit azóta se tudtam pontosan megfogalmazni, vagy megfejteni, az, hogy valahol mégis érzek benned egy kis zárkozottságot. És hogy ez igaz? Te zárkozott ember vagy? Hát, szerintem igen. Tehát, hogy igen, nekem is van egy maszkom, amit így a külvilág felé mutatok. Nagyon kevés ember van, aki ezt a maszk mögé is láthatott, vagy lát. Tehát annyira ismer, hogy ne ezt a maszkot lássa. És ez miért van, te golyó? Ez gyerekkorod óta alakult ki, vagy? Igen. Szerintem már gyerekkoromban. Hát ugye alkatomból kifolyólag, tehát hogy nagyon-nagyon frusztrált személyiség voltam gyerekként. Már nagyon sokat csúfoltak emiatt, hogy na de szerencsére ez, szerintem onnan indult, igen. Uh-huh. Tehát, hogy inkább felteszem ezt a maszkot, és akkor próbálok mindenkinek megfelelni, vagy azt az oldalamat mutatni, amit elvárnak, vagy igen, tehát, hogy az elvárásoknak megfelelni. Tehát, meg azt érzem egy picit, hogy meg is békültél ezzel hogy a súlyod és az alkatoddal. Ugyanis Bocsárdi egyszer azt mondta, de még akkor nagyon-nagyon frissen kerültél ide. A Lírbe játsztál, és egy adott volt egy olyan jelenet, amikor úgy röhögtél, hogy megfogtad így a hasadat, és így talán, ha jól emlékszem, és emlékszem arra is, hogy Bocsárdi mellett ültem pont akkor, nem tudom miért, valószínű azért, mert adtam neki bizonyos utasításokat, és azt mondta nekem, igen, hát sokszor ugye megkérdez, hogy szerintem, és akkor valami, nem tudom, így odahajolt, ahogy ő szokta, tudod, és akkor mondta, hogy na látod, ezt szeretem golyóba, hogy vállalja azt, amilyen van, és nem frusztrálja magát emiatt. És ezt halál komolyan mondom, hogy ezt Bocsárdi mondta akkor. És hogy én is azt éreztem, hogy mert arról is mindjárt fogunk beszélni, hogy ez téged egyáltalán nem gátol, tehát úgy focisztál az egyetemen is, hogy vagy úgy pingpongoztál, hogy kevés ellenfeled volt, de hogy a lényeg az, hogy te valahogy eljutottál oda, ahogy felnőttél, hogy azt mondtad, hogy ez van, és akkor én ezzel fogok élni, és ezt fogom használni? Pontosan. A középiskola óta tulajdonképpen kezdődött el ez a fajta frusztrációnak a legyőzése, vagy levetkőzése, mert na hát úgy alakultak a dolgok, hogy nagyon szépen összejöttek, és úgy kezdett ez így el lemorzsolódni rólam, hál' Istennek. Megérezted ennek az előnyét igen, is, nem? Igen, teljes mértékben, hogy tehát az, hogy ekkora vagyok, ez nem gátol annyi mindenben, és így, ahogy vagyok, nagyon sokan megkedveltek, vagy megszerettek,
Tényleg, hát középiskola után bekerültem Szatmára Színházhoz, onnan a főiskolára elmentem. Tehát, hogy a sikerek, amik így, amiket kitűztem magam előtt, bocsánat, a sikerek azok segítettek ebben nagyon, és a levetkőzés teljesen szerintem a színi főiskolán történt. Tehát, hogy ott jó, de ne menjünk ennyire előre, Golyó, inkább mondjuk azt, hogy tehát volt egy gyerekkorod Szatmáron, igaz? És hogy kerültél először kapcsolatba a színházzal? Ugye elmentem középiskola után, ne vigyenek el katonának, még akkor pont az a korosztály voltam, hogy rekrutárén voltam, de önkorporhárén már nem, ezt most igen, magyarul nem fogom tudni elmondani, hogy ne vigyenek el katonának, beiratkoztam a turisztikai posztlicire, egy 2 éves ilyen továbbképző. Hát, na, mi így emlék megmaradt, hogy ott kialakult egy elég komoly mag, páran haverok így összeálltunk, és Canó barátom felajánlotta, hogy jelentkezzünk a Brigella Báb Színházba, akkor alakult Szatmáron. Kovács Ildikó néni, báb rendező néni, Isten nyugtassa, már nem él, egy nagyon drága nő volt, ő tartott egy workshopot, 2 hetes, toboroztak embereket, jelentkeztünk, felvettek, utána Parászka felvette a Báb Színházat a színházhoz, mint statisztákat, civil szerződéses, ott mondták a szatmári kollégák, hogy próbálja meg a főiskolán. Tehát volt 2-3 év Báb Színház, És úgy, hogy közben jártad a turisztikát is? Igen, tehát az párhuzamosan... Tehát igazából Egyiptomot akartad megmutatni az idegeneknek, csak aztán... vagy... Aztán végül is csak színész lettél. Igen, úgy. És akkor eljutottunk oda, hogy egyszer csak elmentél a színire, ugye? Igen. Marosvásárhelyre, és ott egyből felvettek? Igen, szerencsém volt. Hát ez az, én sem tudom. Nagy szerencsém volt. Tehát, hogy én tényleg azt hiszem, hogy valamikor 79-ben szerencsés csillagzat alatt születtem, mert pont alattam vágták el a vonalat. Tehát úgy jutott fizetésesre, hogy 12. voltam én, és alattam vonal. Tehát, hogy tényleg épp, hogy becsúsztam. Hál' Isten szüleim eladtak mindent otthon Szatmáron, hogy tudják fizetni nekem az egyetemet. Igen, egy gyűjtést is szervezünk hamarosan, aztán, hogy... De még 2 hónap se telt el, és akkor az öreg Béres, akit mind a ketten ismerünk, Béres András, akkor ő volt a rektor, ő nem tudom milyen úton, módon, de elintézte, hogy mindünket átvettek, tehát volt 5 ember fizetésesen, én is köztük voltam, és átvettek államira. Még a pénzt is visszaadták, persze, amit hamar elpaltunk, tehát, hogy... Igen, erről is van kérdésem, Golyó, hogy az egyetemi évek így tettem fel, és hogy milyen a szatmári szilvapálinka. Ezt a 2 kérdést azt hiszem össze is foghatjuk, tehát az egyetemi évek és a pálinka. Az egyetemi évek alatt sok szatmári szilvapálinka fogyott el, főleg az első 2 évben. És hát aztán itt ez folytatódott szerintem itt a Tamás Járon színháznál is. Mindaddig, amíg egyszer csak életembe belépett az a hölgy, akivel mai napig is együtt élek. Így Zsóka, van, így van. Akit te is ismersz. Hát, igen, ez szép történet amúgy, és szerintem ne fussunk ilyen könnyen át rajta, jó. Mert hogy tényleg szép történet, valóban te az az ember voltál, aki, ha mondjuk ne adj Isten valakinek inni támadt volna kedve, mert hogy szomorú volt, vagy boldog volt, vagy boldogtalan, bármi. Mindegy, akkor te eléggé partner tudtál lenni ebben, te egy ilyen hallgató, ivó tudtál lenni, aki bólogatott, megértette, meghallgatta, rád lehetett dőlni, még Mátrait is megbírod, ugye? És akkor, és így teltek, miközben azért voltak ott már jó megmozdulásaid, én úgy emlékszem az egyetemen is, tehát most színészilegről beszélek, de hogy az emberek egy kicsit emiatt lehet, hogy azt hitték, hogy el fogsz veszni. Igen. Ugye? Igen, nagyon-nagyon sokan. És itt Szentgyörgyön kaptál olyan feladatokat már az elején, amik nem hagyták ezt megtörténni. Mi volt mondjuk az első olyan
szereped. Én gondolok egyre, de kíváncsi vagyok, hogy te mire gondolsz, ami úgy már egy picit úgy helyzetbe hozott, tehát hogy úgy megdolgoztatott. Hát itt mindenképp szerintem az első, ami eszembe jut, az a Keresztes Attilának a Szabin nők elrablása. Igen, erre gondoltam az egyikre én is. Ez egy szilveszteri előadás volt, amiben hát elég hosszú volt, vagy három felvonásos volt, és abban én voltam az igazgató, színi igazgató, Rettegi Fridolin, és hát rengeteget kellett abba szaladgálni, és futkorásszak, és lefő, és hát le is fogytam akkor nagyon. És még az elején ilyen Red Bullokkal melegítettem be előadásait, aztán hál' Istennek szép lassan leszoktattam, mert tudtam, hogy ez. De ilyen 2-3 Red Bullt be kellett nyomjak ahhoz, hogy én a színpadon tudjál pörögni. Ja, hát igen, igen. És aztán hajnalig utána a kocsmába. Na de az volt az első, ami igazándi volt. És akkor volt egy olyan, tehát van ez a szép történet, ami teljesen megváltoztatta úgymond az életedet. Ezt gondolom vállalod is, meg mindenki persze tudja is. Ez hogy történt, te golyó? Mert erről sose beszéltél. Igen, pedig együtt pedig laktunk, együtt laktunk, és én nem tudtam ezt. Titkolóznom kellett, vagy végül is közösen döntöttük. Így van, úgy alakult, köszi. Ivon burgundi hercegnő bemutatója volt 2007. március-április, és a bemutató után hát elmentünk ugye megünnepelni a bemutatónak az úgymond sikerét, vagy így valamilyen szinten, hogy a munka lejárt, és a próba folyamat, minden, eléggé húzós-rázós volt. És utána a kocsmából bizony felmentünk Zsókához páran, Bátalóri, Deszka, én, és úgy hajnal 5 táj, Jékán, Deszkas Lóri, hogy akkor menjünk, álljunk tovább, de én már olyan szinten voltam, hogy meg úgy... Hát te ott maradtál valahol. Úgy ott ragadtam, igen. Tehát ugye a székről nem nagyon tudtam már. És hát igazándiból éreztem is, hogy itt nekem most maradnom kell valamiért. Na, és akkor hát bizony a srácok elmentek, engem ott felejtettek véletlenül, és akkor ott úgy, na hát úgy... Onnan kezdődött el valójában ez a kapcsolat. Igen. Sokában, és hát azóta is tart, hál' Istennek. És megajándékozott az élet titeket két gyönyörű kislánnyal, igaz? Bocs, két gyönyörű szép. Ez mennyire változtatta meg az addigi életedet? Nagyon. Nagyon, tehát addig azt hittem, hogy a színházon kívül, és a színházi tapasztalatok, élmények, szerepeken kívül nincs csodálatosabb dolog a világon, de hál' Isten Zsóka belement abba, hogy én részt vehessek a apaszülés, hogy mondják ezt? Nem tudom, én sem vettem ebben részt. Apás szülések voltak. Apás szülés, ugye, gondolom így hívják. Igen, és persze csak úgy, hogy ne, a fejénél voltam, törölgettem róla az izzadságfoltokat, és fogtam a kezét, De tehát, hogy az olyan élmény volt, amikor a gyermek egyszer csak ott volt előtted, hogy hát persze sírás, bőg, taknyom, nyálam egybefolt. Most is el vagy érzékenyülve, azt látom. Igaz? Hát, tehát, hogy ez... Hát akkor még csinálj gyereket, te golyó. Azon vagyok. Na, tehát azt mondtam, hogy ez ennél csodálatosabb nincs. Tehát, hogy a színház kicsit másodlagos lett ezáltal, hogy ők megszülettek. Tényleg valami csodálatos dolog. Másodlagos lett, és mégsem, hiszen te vagy az a színész talán, aki az elmúlt, tényleg az elmúlt évadokban 1-2, max. 3 előadásból szerintem, ha kimaradtál, jó, nem számítjuk az egyéni előadásokat, de azon kívül, tehát te állandóan játszol. És ez milyen? Vagy fárasztó, gondolom? Igen, igen, néha jól esik egy kis szünet, áramszünet, mert az embernek sikerül feltöltődnie olyan szinten, hogy a következő produkciókra tudjon rákoncentrálni teljes erőbedobással. Hát pont most történt meg ez, hogy az elmúlt produkcióban benne, nagyon sokan benne voltatok a Botos Bálintban, a mozis előadásban én kimaradtam, és én nagyon-nagyon örültem ennek. Tényleg ezért rimánkodtam, hogy nagyon jó lenne egy szünet, és hogy és hát úgy alakult, hál' Istennek, vagy nem tudom kinek. És hát
én lettem, így felcserültek a szerepek. Tehát Zsóka esett kenyérbe, mert ő ügyelt ezt az előadást. Ő járt. Igen, Zsókáról annyit azért mondjunk el, mert nem mindenki bentfentes, hogy ő a színházunk egyik ügyelője, ugye, igen, akiről igen. szó van. Igen, és, igen. És akkor ő dolgozott. Én lettem meg... a családfenntartó, vagy ilyen háztartásbeli. Háztartásbeli, tehát igen, te mostál, főztél, takarítottál. Igen. Nagyon helyes. És gyermeket neveltél. Gyermeket neveltél. És hát... Azóta el is kanászosodtak a gyerekek, ez Zsóka mondta. De jó. Na, egy kicsit igen, mondta nekem is, hogy elkényeztetem őket. Hát, ez van, elkényezteted? De... Igen, igen, igen. Mit jelent ez? Hát én azért sokkal engedékenyebb vagyok. Tehát, hogy Zsóka ezt nagyon jó kordába tudja tartani. Hihetetlen. Tehát, hogy most jövök rá, hogy ez nem egy könnyű feladat. Tehát... Szigorúnak lenni? Vagy... Hát így, vagy nekem egyáltalán? Soha nem ment. De nem, ez az egész. Tehát, hogy ahogy... Hogy tartani a frontot, tudod, hogy tényleg főző, mosol egész nap, és a gyermekek ott vannak állandóan, és köz... hú, hát ez valami. És ez évek óta, tehát most már mondhatnám, hogy 10 éve, ez így ment tényleg, hogy én minden nap reggel este, ő pedig felnevelt már úgymond, hát ugye a legnagyobb 10 éves lesz, a kicsike meg 8 most márciusban, és hát ő volt az, aki ezt az egészet kézben tartotta, hál' Istennek, tehát tartotta nekem a hátam. A hátát. Majd, tehát igen, tehát hogy ha ő nem lett volna, én nem tudom, hogy tényleg... Hát nem gyere, itt van egy alkalom, mondd meg, mit, hogy köszönöd meg Zsókának? Ott abba a kamerában nézzél bele, ott abba. Melybe? Ott, hát a piros, ott abba. Ebbe, itt ebbe, itt ebbe a rudasba? Na jó. Nem tudom, bármelyikben nézhetsz, de mondjuk nézzél akkor ez abba. Az. Életem, nagyon szépen köszönöm mindent. Igen, ez látod, ez a műsor arra is jó, hogy egyrészt megtudjanak rólunk bizonyos dolgokat a széles közönség, illetve, hogy üzenjünk a szeretteiknek, hogy igen. Azt mondom neked, hogy ha nem színház, akkor mi? Akkor főzés. Uh-huh. Nagyon-nagyon szeretek főzni. Nem tudok olyan jó, mint Zsóka. De most azért a gasztronómiai éhségemet kiélhettem ez alatt a mozi produkció alatt. Hú, hát nagyon-nagyon közbe tettem fel egy kicsi hofit, mert rég nem hallgattam, és akkor közben ott ezt azt kevergettem, kavargattam, tettem, tehát nagyon, és hát itt még eszembe jut kicsi Alika. Nagy Alfred. Drága barátunk, aki már sajnos ő sincs köztünk. Ő ugye, hát ő nagy gasztró angyal volt. Igen. És nagyon sok mindenre megtanított ő is. Imádtam, hogy ő főzött, és amiket csinált, és azért loptam én tőle is ezt-azt. Tehát tényleg, hogyha nem színház, akkor ez tehát, az, ami... Igen, akkor a főzés beleled meg, úgymond egy picit önmagadat, vagy azt a... Azt abban élem ki, igen. Ja, jó, hát ezt se tudtam én róla, de amúgy. Térjünk át egy kicsit akkor még a jelenre, amiben azt mondom, hogy zene. De. Gyere, improvizáljunk valamit, jó? Oh yeah, the blues is alright. Amikor Erdei Gábor megismerkedett a blues-zal. Oh igen, akkor. Nem is tudta, hogy a blues az nem egy ruha. Vagyis azt tudtam. Vagy arra gondolt. Igen. Ó, igen, hogy a blues is csak egy ruhájt. Oh, yeah. Hát megpróbáltuk mi is egy kicsit ilyen commerce-be átmenni, de az az igazság, hogy nekünk ez annyira jól még nem megy. Nem. Legalábbis neked nem, Golyó. Há, vicceltem. Tényleg nem megy jól neked, de nem ezt vicceltem, hanem az az előtt. Viccelek. Jó, tehát ne essünk szét, szokta mondani egy nagy vezető, nem mondok nevet, bocsánat, Laci. Azt mondjuk, hogy
Te milyennek látod magad 30 év múlva? Van időd, gondold el, 30 éve múlva te kb. Hogy leszel? Hát remélem, hogy egy teraszon, egy jó, nagy, kényelmes intazékben, ami még úgy nyikorog is, tudod, az, megvan az a hanga, hogy úgy, igen, tehát az a kellemes, úgyhogy bele tudnál aludni, igen. És egy jó nagy pipával, uh-huh. És közben nézem a telkemet, ahogy legelnek a tehenek, és kutkorásznak a tyúkok, s a libák, s a kutyák, s a macskák, s a tele állattal, s minden, uh-huh. De jó messzire lehet látni, tehát hogy jó nagy. És ott az onokák is ott szaladgálnak össze-vissza, játszadoznak. Közben mellettem egy jó nagy finom sör, búzasör, vagy egy finom tudtam, bó. Tudtam, hogy ez össze fog jönni, ez a sör. De nagyon jó lenne, szalmi szém múlva így lenne. Igen. Na, hát ez még ez egy kicsit olyan kicsit. Volt golyó, mint az ezredik éjszaka. Há. Nem? Igen. Így, ahogy mondtad, a teheneket már az ugrott be. Az neked azért egy eléggé meghatározó előadás volt az életedben, nem? Az. Igen, nagyon. Zalán rendezte, és Frédikével megint csak felmerül a neve, hál' Istennek. Ketten voltunk, Hepp és Hap. Te voltál benne a mesemondó. Igen. Emlékszem arra, hogy még nem voltak gyerekeim, amikor elkezdtük, és már nekem is három van, azóta is emlékeznek a gyerekeim, a Hepp és Hapra. És valahogy egy kicsit azt gondolom, hogy most nem biztos, hogy ez pont így van, ez az én véleményem, hogy talán életed legkesztyűbb szerepébe volt számodra szerintem, mondom, ez az én véleményem, hogy egy olyan embert kellett ott neked megcsinálni, amilyennek mi is látunk téged. Tehát egy ilyen áldott jó embernek, hogy röviden fogalmazzak, és ne én beszéljek annyit. Te hogy érezted? Te érezted ezt a... Pont ugyanezt. Ugyanezt. Mai napig imádom azt a szerepemet is. Hát nagyon búsulom, hogy nem tudjuk tovább, mert én reménykedtem, hogy legalább az ezrediket meg fogjuk, fogjuk játszani. Az 50-en túl voltunk, de hogy Frédike elment közülünk, ezért ezt nem is tudom elképzelni. Uh-huh. Tehát Zalán próbálta nekem pedzegetni, hogy mi lenne, ha felújítanánk más. Én nem, tehát kategórikusan elutasítottam. Mondtam, hogy én ezt mással nem tudnám elképzelni, csak is Frédivel. Tehát oké, de akkor engem is cseréljen le, mert és persze ő is belátta, hogy ez nem... Tehát, hogy ez annyira egymásra találtunk abban a... És miután őt megműtötték, és felújítottuk, és nagyon féltem, hogy na mi lesz, mert rengeteg szövege volt neki is, meg nekem is. És hál' Istennek olyan jól visszajött neki, tehát valahogy annyira beleivódott az a... Tehát szerintem neki is tökéletes volt ez az egyik. Uh-huh. Egyik olyan szerepe volt az életében, amire... itt el kell, hogy meséljem, mert nagyon szép történet, ha nem baj. Hát te amikor, hogy baj? Te vagy itt a mesélő. Kovásznál emlékszel, meghívtak, voltunk turnézni. Igen, voltunk turnézni Kovásznál, igen, mi is, csak nem vertük nagy dolgot. És hát eléggé gyér volt a közönség, tehát iskolák visszamondták, vagy nem tudom, de a második előadás, vagy harmadik volt már aznap, ugyancsak a 100-150 férőhelyen bent volt 15-20 gyermek, igen, emlékszem. Kisebbség nagy részt, mindegy, nem akarom, nagyon gonosz dolog, ami fejemben történt, de aztán lemondtam róla. Ültünk, vártunk takarásba, Frédikével kezdjük el, és mondom neki, Alika, gyere, én már olyan fáradt vagyok, éhes vagyok, már kéne ebédeljünk, gyere, húzzuk meg. De ezt mondom gondolatba, míg vártuk a kezdést, gyere, húzzuk meg, ugorjunk, vagy két oldalt húzzunk ki, ugorjunk oda, hogy, és onnan megyünk tovább, és lerövidítjük, és menjünk már haza, mert most már nekem... De ez csak gondolatban. Hát aztán szép lassan így lebeszéltem magam, mert mondom, most még zavarjam össze, műtét után,
nem akarom összezavarni, nem, ha lenyomjuk, most már mindegy, ez van, megcsináljuk. Megy az előadás, nyomjuk, és egyszer egy Frédik egy olyan végszót adott nekem. Két oldalt húzott körül belőle. Úgy álltam, vártam egy két másodpercig, én gondolkoztam, mi maradhatott ki olyan, ami fontos lehet a továbbiakban, hát mondom semmi, olyan, ami nagyon jó lett. Igen, menjünk tovább, igen. És akkor így tovább, végig meg, mondom, alikat, te tudod-e, hogy én ezt meg akartam veled beszélni előtte? És te meghúztad, igen, nem emlékezett. Hát mondom, jó, nem baj, nagyon jó, tehát így alakult. A telepátia valószínű tehát, hogy ennyire, működik. Igen, közöttünk ez. Főleg ebben a mesében ez nagyon működött tényleg. Igen. Van-e még olyan meghatározó előadás, amit most így meg akarnál említeni, hogy azt mondjad, hogy az nagyon-nagyon sokat hozzátett, vagy elvett a színészi évedből, vagy től? Hát most, amit csináltunk, nem menjek nagyon messzire, a Koldus Opera, amiben hát olyan szerepet kaptam, amiről legszebb álmaimban se gondoltam volna, tehát hogy én Bicska Maxit vagy Penge Mekit, ahogy mi hívjuk a darabban, nem ilyennek képzelném el, nem tudom, tehát hogy nagyon súlyos rendező kéne legyek ahhoz, hogy így képzeljem el. De te súlyos színész vagy, vajon nem lehet súlyos rendező is? Tehát hogy nagyon, hát Lacinak mersze volt, vagy nem tudom, de hogy ezt így rámosztottas, ez... Hát sajnos jött ez a vírus dolog, meg az egész pandémia. De ezt nagyon szeretted. Én igen, mai napig is szeretem, reménykedem, hogy még fel fogjuk újítani, nem tudom, de tényleg egy meghatározó... Tényleg, hát Penge Mekit én eljátszom, hát ez... Majd, ha 70 évesen a hintaszékben az unokák oda jönnek, hogy nagytata mesél, akkor ezt is el fogom mesélni, hogy én játszottam Penge Mekit. Igen. Lehet nem sokat, de az azért meghatározó volt az életemben. Veszem ezt a kis lapocskát, és azt mondom, Torpedó következik. Komédia vagy tragédia? Tragikomédia. Brecht vagy Csehov? Csehov. Kimész-e előadásról, ha nem tetszik? Nem. Picasso vagy Dali? Picasso. Beethoven vagy Chopin? Beethoven. Bocsárdi vagy Tompa? Bocsárdi. Pop vagy rock? Rock. Bungee jumping leugranál? Nem. Mi a legnagyobb félelmed? Hülyeség. Milyen szupererőt választanál? Repülés. Egy kávé József Attilával, vagy egy séta Adival? Mind a kettővel. Mehet. Félni vagy megijedni? Félni. Orgazmus vagy katarzis? Orgazmus. Hagytál partnert cserbe a színpadon? Nem emlékszem, nem. Rosszul emlékszem. Jó. Mit változtatnál meg magadban? Semmit. Mit próbálnál ki, amit még soha? Hú. Mikor nem hittél magadban utoljára? Tegnap. Legkínosabb pillanatod a színpadon? Elment a szöveg. Mi volt az első kérdés? Na aztán. Ebbei Gábor! Megkérlek, fáradj át a színpadra, és énekelj nekünk valamit, ami eszedbe jut, golyó. Jó? Azt még el szeretném mondani, ha lehet ezzel az énekel kapcsolatban, ezt elfelejt, bocsáss meg. Jó, nyugodtan, de ez... Hogy ezt azért választottam, mert én egy nagyon nyugodt, meghitt ember vagyok, ellentétben Zsókával, aki 1000 hőfokon ég. Igen. És ezzel a számmal neki szeretnék kedveskedni ismét, mert hogy meg az édesapjának, akit nemrég vesztette el, aki nagyon fontos ember volt az életében, kollégánk volt Veres Laci, aki valamikor rég egy kabaréban énekelt ezt a számot. Egy kicsit megspékeltük a tesztoszteron zenekarra, és akkor, na ennyi. Jó, fogadjátok szeretettel. Köszi. Akkor az Erdélyi Gábor és a tesztoszteron zenekart. És utána én még visszajövök és elköszönök.
látszatéren, ki áll kevélyen talapzatán. Egy kőszobor kezéve bőszen szorítja íját, bika mód komor. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, öreg harcos, ne feszítsd túl az íjadat. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, a kő szíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Szeretlek édes, amire képes vagyok, azt mindig megteszem, de már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. Szép, 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 mikor éjjel hozzám bújsz oly lelkesen, s éneklem a kedvenc slágerem. Azt, hogy lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Néha légy bolond, egy kicsi gét elrepül, úgy a szürke gond derül az ég, van abban valami báj, hogyha kacag a máj. Szárnyal a kedv, mint a kacsa madár, légy vidám, vagány, akár egy srác, fújd meg a tülkö trombitán, valamit játsz, ha baj van, mégse legyen soha. Kedélyed lőporos, ne is figyelj oda, mit mond egy fő okos, szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan. Jó volt. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt tehát a műsor. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm a meghívottainknak, és tartsanak velünk legközelebb is, amikor egy másik színész kollégám, mint műsorvezető, három másik színész kollégámat fogja kikérdezni, és akkor minden kiderül. Addig is a viszontlátásra, sziasztok!